Szoktam én személyesen találkozni a kedves nézővel. Hát persze Budapesten, abban az utcában, ahol lakom, a Kies 7. kerületben, az egyik legszebb kerülete Budapestnek. Hát a Hentesnél, a közértben, a trafikban. És hadd mondom el önöknek, hogy mind a mai napig legyezgeti a hiúságomat, amikor észreveszem, hogy a kedves néző megismert. Ennek csalhatatlan jelei vannak, így villámütötten megáll, és én üveges szemekkel kezd bámulni rám, de nem nagyon hisz a szemének, és átcsúszik jobbra, onnan is megnéz, aztán átsasszézik balra, onnan is megnéz, és még ilyenkor sem biztos igazán a dolgában, mert legtöbbször megkérdezi tőlem, hogy ne haragudjék már, mondja, véletlenül nem maga Antal Imre. Olyankor én büszkén kihúzom magam, és mondom, hogy de igen, tessék, én vagyok ilyen. Szóval ilyen kicsi. Ugye, hát én megértem őt, jaj, de kedvesek. Most az én párducos termetemet tapsolták meg. Hát szóval én megértem a kedves nézőt, mert ugye csak idáig lát engem általában a ládában, és nem tudja elképzelni, hogy ehhez a hosszú lófejhez csak ez van alól. Kérem, tessék megnézni, ez minden apai örökségem. De most ezek a kedves nézők, akik megbámulnak bennünket, nem tudják, hogy mi, akik a képernyőn dolgozunk, van egy valami, amitől halálosan félünk, rettegünk, nem lehet kikerülni, nem lehet elbújni, elmenekülni előle, egyszerűen jön, mint ahogy mondani szokták, derültékből gumibot. Kérem szépen, ez pedig az úgynevezett baki. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, mi a baki. Mi bakinak hívjuk azt, amikor az embernek szinte csomóra kötődik a nyelve, és az Atya Úr Istennek nem tud kimondani egy szót, csak nyekeg, makok, hebeg, habog, még jó, ha van annyi lélek jelenlét, hogy kimászik a bakiból. Múltkor hallgatom a rádiót, és azt mondja egy bemondó kolléganő. Kedves hallgatóink, Budapesten ma megnyitottak egy új könyv áruházat. A helyiség szép, nagy, elfér benne 50 ezer kötet, valamint ellátták légkondinci... fűtés is van. Kérem, ez a jobbik eset. De akár hiszik, akár nem, még olvasva is lehet bakizni. Én magam láttam, hallottam egy nagyon kedves kollégámat, jó barátomat a TV képernyőjén, ne haragudjanak, ugye nem mondok nevet, nem akarom, hogy tudják, hogy Kopecki Lajosról van szó. Kérem, olvasta az aznapi sport eredményeket, és mit mondott a következőt. Kedves nézőink, ma nemzetközi birkózóverseny zajlott Budapesten, és a legszebb magyar siker Kovács János nevéhez fűződik, aki bejutott a döntőbe. Így holnap az aranyeremért küzdhet. Hát küzd a franc, ugye? Nem mindegy, hogy aranyerem vagy aranyérem, de sokszor alakul ki a stúdióban olyan helyzet, olyan szituáció, hogy az maga egy nagy baki, úgy, ahogy van. Szegény Kovács P. Jóska járta meg, igaz, jó néhány évvel ezelőtt, amikor még az esti híradó előtt nem vetítettek ilyen rajzos mesefilmeket a gyerekeknek, ilyen Lolka-Bolka, meg Rumcájsz, meg Frakka kutya, meg mit tudom én, hanem a csinos bemondónők minden este felolvastak egy-egy rövid mesét. Nos, történt, hogy egyik este az aznapra beosztott bemondónő egyszerűen nem jelent meg. Elkésett, nem volt sehol. A mese ideje vészesen közelgett, izgatott lótás-futást támadt, hogy mi történjék. Szerencsétlen Kovács P. vesztére ott állt a folyóson, rakosgatta a papírjait, várta a híradó kezdetét. Oda rohantak hozzá, hogy Jóska, azonnal gyere, nincs itt a kolléganő, a mesét föl kell olvasnod, már csak másodpercek vannak, nem szabad, hogy a gyerekek csalódjanak, neked ez semmi, azonnal, jó, mondta Kovács P., összeszedte magát, leült, kezébe vette a papírt, de már nem volt ideje átnézni, mi van a papíron. A kamerán kigyulladt a kis piros lámpa, ami azt jelenti, hogy a nézők látják, mint ahogy mi mondjuk adásban van. Na Kovács P., aki kitűnően olvas első látása, elkezdte olvasni a mesét. És ekkor kiderült, hogy nem mindegy, hogy egy szöveget nő mond, vagy férfi, még ha csak egy kis meséről is van szó. Mese ugyanis így kezdődött, olvasta Jóskánk. Szervusztok gyerekek, ma este én mesélek nektek a jó füsti fecske anyó. Nagyot nyelt, az operatőr elkezdett röhögni, de hát neki könnyű, mert ő a kamera túlsó oldalán van, őt a nézők nem látják, viszont így borzasztó nehéz komolynak maradni, mikor valaki beleröhög a képembe. De Kovács P. folytatta a mesét, és a téboly fokozódott. Ugyanis a mese így folytatódott. Itt ülök a fészekben a tojásaimon. Ekkor az operatőr fuldokolva a röhögéstől kiment a stúdióban, a kamera megáll a maga három lábán, mint tetszenek látni, Kovács P.-t meg ott tegye a fene, ahol van. Szegénynek gyöngyözni kezdett a homloka, mert tudta, hogy egy ország röhög rajta. De becsületére legyen mondva, végigolvasta röhögés nélkül a mesét, pedig volt benne ilyen sor is, azt mondja, hosszú villás farkamat lengeti a szél.
Hát ilyenkor szeretne szerencsétlen televíziós meghalni, vagy Kamcsatkán lenni, mit bárhol, csak ott nem. De hát nem lehet, folytatni kell, muszáj. Másnap aztán jönnek a levelek. Ilyen hülye, olyan hülye, mit beszél, nem veszi észre, és így tovább. Jaj, borzasztóan kritizálnak bennünket a kedves nézők.